Na, szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok. Folytatjuk a Seven Days to Die rémálom gameplayünket. Nagyon gyorsan szerek néhány füvet, és csinálok egy új baltát. Ez volt az egyik tanács, amit írtátok, hogy gyorsan szerez már új fegyvereket, és akkor nagyobb esélyed lesz túlélni a zombi támadásos dolgokat. Stone, 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 mi hiányzik ebből a gyerekek? Stone, stone, nincs egy darab stone se, hanem ne vicceljetek már. Ja, meg ezt jó lenne megtanulni, írtátok, hogy tanuljam meg ezeket, és akkor valószínűleg nagyobb, több helyem lesz. Na. Oké, okay. Ugyanolyat craftold, várjátok, hány, mekkora? 62-es minőségű, 9-es minőségű, azért az jó. Oké, okay. És akkor írtátok, hogy ne nagyon menjek én a város környékére, mert azért van annyira sok zombi, amit én agyfaszt kapok. Inkább keressek valami olyan helyet, ami nem annyira, kivajon, egy kicsit zombimentesebb. Hát akkor gyors körülnézünk, nem tudom, hol fogok éjszakázni, az még az nem világos számomra. Hogy valóban ez sokkal jobb. Írtátok, a ház az valószínű nem jó, elvetettem a házat. Igen, igen, egy csomó mindenem van. A régi bázisomon, oda viszont vissza kéne menni, basszus gyerekek, az a nagy probléma, hogy tényleg most eléggé tanácstalan vagyok. Rengeteget írtatok, de igazából nem jöttem rá, hogy mit kellene pontosan. Ez mi az? Nézzünk körül egy kicsit, még. És az a baj, hogy most már az éjszakai helyemet kéne megtalálni, abban mondva a tábor helyet, ahol éjszaka fogok létezni. És gyorsan meg kellene találni, ezelőtt is abban a hibába estünk, hogy basszus, már megint izé volt. Tököréztem sokat, és ugye emiatt beféleltünk. De ez a házam ugye ennyire, az nem rossz, csak azt nem értem. Ide bent én zombi hörgést hallok. Folyamatos zombi örgés van ideben, csak nem tudom, hogy mi, hol, és mi a francért van ez. Lehet, hogy vissza kéne mennem a bázisomhoz, hát most ez lehet, hogy nem egy jó ötlet, de nem, igazából ott vannak az összes cuccom, vagy pedig felderítés dolgot kellene még végrehajtanom. Erre vannak, mennek utak, nézzétek. Erre esetleg körül kéne nézni, szedve épp, hogy és hát, egyet fennem, ha meg is halunk, de legalább felderítjük nagyjából a környéket. Majd folyamatosan craftolunk szerszámokat. Ezt a kést ki kéne dobnom, annyira nem nagyon tudti jó. Fa kellene. Mert közben faszos gyűjtögetni is kell, oda nézzetek, ott is egy épület. Hát nem hiszem el. Most őszintén, milyen a rengeteg épület, ez most komolyan? Olyan furcsa ez a map. Ez direkt jót tesz velem, meg direkt szivat. Rengeteg a zombi. Ott egy épület. Rengeteg a zombi, de rengeteg az épület is. Úgyhogy ott van meg megint fönt egy épület, ne! Ne, gyerekek! Zombi, zombi hegyek. Zombi, zombi, zombi. Málon lőtt lány. Nem vagy más, mint egy vállon lőtt lány, akit az íjjal vállon lőttem. Jó, eltűnik a lábam legalább, akkor tudok ilyet fogadni. Volt még egy vállon lőtt lány, az meg megy utána, figyelj, itt fogadni már meg. Nem, ez megint vállon lőtt lány. Pedig én fejben lőnélek szívesen, de csak a mellett sikerült ügyesen. De a végén úgyis eltalállak, és annyi ilyen lőszert ad, mint az állat. Na. Körülnézünk gyorsan. Körülnézünk gyorsan. A pió, az mi volt? Jackie. És itt is ilyen hörgés van most, ez mi? Szalmabál, ami? Felvettem a szalmabálát. Ez arra jó egyébként, tudjátok srácok, hogyha akármilyen magas helyről estek le, akkor nem ütitek meg magatokat, vagy nem tudom, hogy akármilyen magas helyről le, de a magas helyről. Ha ott van valami, megnézzük azt az épületet, és az fémből van. Fémből van az épület, iszonyatosan jó ez a map. Nagyon brutál jó ez a map, gyerekek. Nem tudom, hogy hova telepedjek le éjszakára, de kéne találnom valamit, zombi, 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 zombi.
Tök jó, és az a biomé, az nagyon tetszik, és csak az a baj, hogy itt vannak ezek is medvék, maci témák. Még mindig megpróbálom szisztematikusan játszani, bár kezdem elveszíteni a hitem, hogy nekem valahogy is normális. Jó, hát ezt most nem lövöm le. Minek? Kezdem elveszíteni a hitem, hogy nekem normális gameplayem lesz. Seven Days to Die-ból. Azt a rohadt, de jól néz ki az egész map. Nagyon cool ez a map. Ott mi van? Az a lyuk. Semmi, csak domborzat. Itt ezt körülnézem, ez a körül, a ház körül. Ez fémből van. Különben szivatom magam már rendesen, hogy 25% durability játszom. Mert oké, hogy én könnyen kiütök mindent, de a zombik is két ütéssel kiütnek minden. Ott egy út. Ott van egy út. Basszus, ez aztán magaslat a javával. Ez tök jó ez a hely, ez egy fensík. Ez egy olyan fensík, gyerekek, hogy ilyen hat magasan van, látjátok? Ez nagyon baró, ott van lenn. Az a ház, amelyik az előbb, hol van? Fönnek tűnt. Basszus, ez a fensík, ez nagyon brutálisan néz ki. És ez lehet, hogy valamilyen szinten távol tartja ez a fensík a zombikat? Van rá nekem esélyem? Oh, vas házikó. És megint zombi hangot hallok. Ah, nem csoda! Gyerek. Megjött a gazda. És egy fejbe lőtt fiú. Nem más, mint egy fejbe lőtt fiú. Vaskecó, gyerekek. Mit szólnátok a vaskecóhoz? Vaskecóba laknánk. Van ám világítás is. Tetszik nektek, nem? Mondjátok, hogy tetszik nektek, nekem nagyon bejön. És vannak állatok. Ez a vaskecó, ez nekem tetszik. Szép a kilátás. Jó a levegő. Nagyon kemény egyébként. Szóval messzire ellátni. Rohadt jó. Ez a fensík, ez élhet. Élhető lenne, hogyha nem spawnolna be. Megint ki... Ez... Én ezt annyira rühellem, gyerekek, ez 800 darab zombit. Pedig közepesre van itt a zombiknak a száma, de mi ez? És jönnek folyamatosan. Pedig olyan szép lenne. Olyan szép lakás lenne itt. Ott van még egy. Aztán még meggondolom már, hogy itt maradok el. Egy mentben őt lány. Ilyen szőszerrel vagyunk csak most már. Az meg nem hiszem el. Ez a játék kezd túlzásokba esni. Ah, sörét, sörét recept. Vajátok? Ez a szalmabány, ha annyira hiányzik, mint szar a zsebből. Jó. Ezt átalakítjuk. Ezt is átalakítom közte. Ezt kidobom, nem kell. Ezt megtanuljuk. Ezt megeszem azt az egyberit, ne visszajöttek. Van egy saját bejáratú szarvasom. Még hogy visszatartja őket, mi? A domb. Ezek erre fixálódnak, erre jönnek gyerekek. Ezek annyian vannak, mint a nyüvek. Annyian vannak. Most ezt megpróbáljam meg bevédeni, gyerekek. Ó, fasz bele. A baj, hogy ezért lók kell, vagy olyan védelmi rendszer kellene, ami nem. Az a spike-ok azok nem érnek, nem semmit, gyerekek. Szóval esetleg úgy lenne jó, ahogy írtátok, hogy csinálnék egy ilyen védelmi falat, és akkor ott megállítaná őket. Várjátok. Na, mi történt? Nem értem, hogy nem csúszik le. 17-től vagy 12. Lehet, hogy fogok egy olyat csinálni, hogy én...
nagyon szarba leszek, ezt a vaskrabig épületet, ezt nem cseszetem szét, hanem akkor elmegyek távolabb meghalni, mondjuk úgy, hogy meghalni. És akkor ez a vas épület, ez így megmaradna nekem. Fák vannak a közelben? Milyennyi volt az összes? Vannak lent fák. Fuck you. Vannak lent fák. Fuck you. Szarvas, tök jó, tetszik egyébként. Csinálnék egy ilyen udvar részt is. Ezeket úgy ütjön, a gyerekek. Ezt kiverem. Kiverem ezt, jó? Nem baj a gyerekek. És ezek a vasak annyira nem rossz izé durability-vel lenne nekem, nem. Mert ezek nem vas lemezek, hanem vas blokkok. Ugye, oda nézzetek, mi ez? Ilyen állványrendszer. Hát mi a franc? Jó lenne erre vigyázni, hogy ne csesződjön szét, és akkor ide be tudnék költözni. Nem igaz? Dehogy nem. Hogy ne? Nem baj, hogy nem itt születek újjá egyelőre. Le kell fűnyírozni kicsit. Te szándékosan ütöttem szét egyébként. Be kéne védenem. Kéne egy kis fűnyírozás. Hát igen, ez az a baj, hogy ez egy eléggé hosszadalmas folyamat. Nézzük meg, hogy ebből mennyi ízét tudnék csapdát kraftolni. Woodlock Spike. Negyed! Anyád! Ujjjjjjj, pedig a másik meg nem ér semmit. És tehetek, valamit meg kell próbálnom. Arra gondolok, hogy egy éjszakát ha túlélnék, valahol, akkor a következő nap ezt fel tudnám újítani ezt a házat. Majd az éjszakát túl kéne élnem, vagy ha nem is élem túl, nem érdekel. De az lenne a lényege, hogy ez itt megmaradna nekem. Nem kéne itt tartózkodnom, mert jön a zombi horda szétveri. Ha nem csak akkor kéne ide költöznöm, ha már egyszer meg van csinálva, nagyon jó a védelmi rendszer. Most azt kellene, hogy kéne kraftolnom nekem Lárát, vagyis ide pakolgatnám a cuccaimat. Egyszer az már így jó lenne. Értitek? És akkor tényleg ezt nagyon jó bevédeni. Még feláldozom azt is, hogy meghalok éjszaka. Kraftoljuk akkor ládát. Most ez most megvilágosodtam, ez most nekem nagyon tetszik ez a rendszer. Mi nincsen. Na jó. És akkor ide át is tudnám oldani majd a dolgokat. Láda. Hát mit csinál, hogy néha az sem, nem nagyon tudom mi. Láda. De tudom, az a széle, az a széle, ugye? Oké, és akkor kipakolom. Jó, ez mondjuk ez a bunkó, ez nem lenne rossz. Oké, és eldobtam, ugye az jó. Gyorsan rakjuk ki azokat a dolgokat, amik annyira nem fontosak most nekem a túlélés szempontjából. Viszont ez fontos. És akkor ide el tudnám hordani dolgokat, csak az a lényeg itt éjszakázni, addig amíg ez nagyon nincs védve ez a rész, akkor addig ugye nem érdemes. Mert úgyis bukom. Értitek? Akkor szétvernek mindent, és akkor nem lesz semmim. És annak semmi értelme, na, ez sikerült elmondanom. Jó, oké. Ezeket itt szétcsapatom. Ütőtáskát is. Hoha feled venni. De jó. Mondjuk azok az ütőtáskának annyi értelme van, hogy semmi, mert ilyen tök kevés fér bele. Mondjuk dizájnnak jó. Hát itt ilyen nem fér be, alig valami. Oké, akkor itt fogunk élni, gyerekek, ez lesz a kecónk. Hát erre nagyon kell vigyáznom. Éjszakára kéne valamilyen letelepedési zónát csinálni. Ezt meg kéne javítani. Meg a másikat is meg kéne javítani. Be kell volna kapcsolom, hogy maradjon meg az inventory. Tudom, hogy kicsit ez ilyen izé dolog. Könnyítés. Nem, ez kell nekem. Ez. Meg kell próbálnom kraftolni még egy baltát.
Azt akartam mondani, hogy hátha az már jobb lett, de nem lett jobb. Na, az jobb lett. Oké, és akkor ezzel már gyorsabban megy a favágás, nem minden. Na! Itt fogok éjszakázni. Úgy döntöttem, megpróbálok felmászni a tetőre. Talán reggelig kibírja, hogy szétverik az egész kecót. Addig meg gyűjtsünk fákat. 19 óra 10. Nagyon jó, nézzétek, itt egy ilyen, mint egy ilyen kráter, látjátok? Itt, mint egy ilyen kráter, és egy út vezet fel ide. Ez ilyen tök lapos a teteje. Tényleg olyan, mint egy ilyen nagy kráter. Tök nagyon jó. Ezt meg tudnám úgy csinálni, hogy egy elég nagy szeletet így kiharapok belőle. Fákat vágunk. És akkor gyorsan visszamegyünk majd oda. Ami hörög. Kurva közel hörög, itt van bazna. Á, gyerekek, ezeket úgy utálom, ezeket a zombikat. Akkor hol van a röng? Szóval mondjátok, leesik egy. Nem porás ez az egész rész. Meg az rengeteg zombi. Igen, akkor házam fele megpróbálok orientálódni már. Közben, hogyha találok fát, ezt kicsapom. Meg ilyeneket is. Olyan nincsen fa egyébként. Valami olyan helyre érdemes lenne elmennem. Ahol vannak fák. Fuck you. Miért a fuckról le az jut ezenek nektek, hogy fuck you kapásból? Nekem valahogy mindig az. Most nem nektek mondom, nem olyan, ne értsetek félre. Elmegyünk a házhoz, aztán igazából azt is elmondhatnám. Nagyon szerencsés ez a map, hogy ennyi izé van, ennyi civilizált rész. Az a baj, ezek mind csak egy rökköt adnak. Tehát háromból tudok egy spike-ot csinálni, nagyon kevés. Meg ugye most felhasználtam, egyébként azt tudom, hogy felhasználtam. Ha várjatok? Legyen arról van. Ebből hány rök jön ki? Kettő. Jó. És ott van a ház, ahol fogunk létezni. Éjszaka lehet, hogy elkezdem mondogatni a tetőt. Nem tudom, hogy mennyire sok fát ad. De valamennyit biztos. Jó. Nekem tetszik az a hely. Nem tudom, mennyire sikerül majd bevédeni. Egy biztos, hogy ezek a spike-ok ezek nem érnek semmit. Azok ellen valamit ki kell találni a zombik ellen. Valószínűleg akkor marad. Az lenne jó, kéne csinálnom egy kerítést. Valamiből. És lehet, hogy izéből fogom csinálni. Kőből. És a köré kívül építeném a... A köré kívül építeném a karós rendszeremet. Lehet, hogy az lesz kerítés készítés lesz. És akkor tényleg úgy fogom megoldani. Ez nagyon de jó, hogy a randomon fog választottam. Annyira érdekes, sokkal izgalmasabb minden. És abszolút nem tudom, hogy hol vagyok meg én. Most ez lehet, hogy hülye hangzik, hogy ez jó nekem. És nem fogom akkor se... Nem fogok akkor se kiakadni, ha meghalok. És ez úgy állok hozzá. Most az utolsó előtti gameplay az nagyon nekem betett már, mint így tök ideges lettem. Egy inkább csalódott. Folyamatosan körülnézés, ez annyira izé zavaró tud lenni egyébként. Nem tudom megvédeni magam, az a gond. Ez a nagy probléma, gyerekek. Ha ilyen zörgést hallottok, akkor az a mosógépnek a hangja. Pitike éppen mosogat, vagy most nem mosogat. Basszus, a mosásnak a beciző alakja mi? Mert a mosó mosásgat.
Mert ugye a mosogatás az más. Egyszerre meg tudom mosogatni. Háznak, az mi az ott? Zombik szétcsaszték. Négy logokat felszedtem, még egy órán van. Nem kéne az utolsó pillanatban oda bemennem, az a baj, hogy... Az mi volt az? Az mi az a valami ott a távolban, ilyen fél gömb? Ja, egy... Na mi a tököm, meg akkora furcsa dolgok vannak ezen a mapon. És itt meg nem fogok tudni átmenni, az vicces lesz. Rohadt nagy hegyek, de át lehet menni, mert a másik oldalt már jártam, ott van egy út, ugye? Hogy ne? Tök jó ez a mod. Komolyan mondom, nagyon jó. 21-10, húzzunk a francba. Ez az utolsó, amit kivágtam. Ezek az árnyék, oké, hogy dől a fa. Szóval azt hittem, jön a zombi. Jó, menjünk. Menjünk haza, mondjuk úgy. Az ideiglenes otthonomba. Azt a hülye szarvas, te megijesztettél. Menjünk. Basszus, megint fél órán van, és megint meg vagyok maradva, mint a borvaló. Csak medve ne jöjjön meg zombi addig. Aj, nem volnál, Krisztián! És ilyen... Jó, a tetőn sem nagyon leszek biztonságban, ha köpködő zombik lesznek. Hol van a kecó? Ott van egy sátortávol. Hol a kecó? Jaj, ne! Itt a kecó. Próbáljuk befúrni magunkat a mennyezetbe. Folyamatosan zombi hangot hallok, itt annyira idegesítő gyerekek. Ha jártok ki. Jobban jártok, akkor nem nagyon idegesítő. Lehet, hogy a föld alatt, vagy valami van a barlat alatt, az épület alatt, vagy nem tudom, de nagyon busztus tör a hangjukban. Jó. Oké. Ennek a tetejére kéne felmásznom. Na, srácok, mostantól kussolba maradunk, és megpróbáljuk túl... Ne, érdekel, ne. Van egy ötletem, kéne csinálnom néhány frame-et. Elvileg... Jó, most lett az éjszaka, baj, de nagyon parálok. Az a baj, ha repülő mobok jönnek, akkor nekem annyi, egyből s annyi. Hát ha leszakadt a tető, akkor meg megint. Na jó van, hát én ennyit tudtam megtenni. Az ügy érdekében. És akkor most várunk. És várunk és nézelődünk. Megpróbáljuk az éjszakát átvészelni. Reggel kezdem majd az új gameplayt. Ha gondoljátok, addig maradjatok velem. Lehet, hogy nem lesz uncsi az éjszaka. Sőt, van egy olyan érzésem, hogy nem lesz uncsi. Viszonyatosan, nem tudom, ezen a random mapon nagyon adja a zombikat. Kémlelés, az a baj, az futnak ilyenkor, az utolsó pillanatban veszel észre, amikor már minden késő. Azért jöttem ennyire fel, mert bízom benne, hogy talán... Az mi az? Ott a távolban? Kicsit kémlelődök arra. Itt is egy épület, azt néztük, és nekem az én kinézett épületem, az hol van? Itt van, pont amerre nézek, igazából ott a túloldali. Nem ezen a dombon, vagy igen? Nem, a következőn, azt nem is látjuk. Ez fából van, azt hiszem.
Nekem, amit kinéztem, az ugye itt van. Ez lesz az. És akkor reggel oda megyünk, elkezdünk, addig iszonyat sok fát kell vágni, rengeteget, meg lehet, hogy akkor kővel fogom, kőkerítést csinálok. Ezt én megnézem ezeket a... És ezt kapom ugye, hogyha szétverem a fát, ebből igazából csak ezt kapom vissza, úgyhogy ennek nem, sok értelme nincs. Ilyen logot kell gyűjtenem. Forrás a hangulat, ez van srácok, bocsi. Nem tudom, hogy magasságban meddig érzékelnek, ha most, hogyha itt lenne alattam egy zombi horda, akkor érzékelne, hogy ilyen magasan vagyok. Mert különben, hogyha... Ja, csak az a baj, van fizika a játékban már. Ha most építene egy tornyot, ami ilyen iszonyat magasan van, ahol nem érzékelnek már a zombik, akkor ott már biztonságban lennél, és elég lenne egy láb. Magas, meg akkor csinálna egy ilyen kis platformot magadnak, vagy egy láb, egy blokk széles, ott van egy létra, csinálj egy ilyen nagyon pici platformot, ahol elfér az ágyad, meg ilyen, oda formálj vissza, és igazából az éjszakákat ott túl lehetne élni. Úgyhogy, ha most itt nagyon futkoznak a zombik, és látom, hogy nem vesznek észre, akkor ott fogok csinálni egy ilyen tornyot, ahol ugye fogunk élni, itt, és azon fogok éjszakázni, akkor nem kell mindig elhagynom a nem kell azt a részt elhagynom. Azért nem éjszakázok ott, mert féltem. Szétverik. Tudjátok, hogy ha most engem meglátnak, szétcsapják, akkor inkább csapjanak szét itt, de legalább éppen marad ez az épület. Mm-mm-mm. 23-18. Azon gondolkozok ezerre, hogy megszakítsam el a gameplayt. De az a baj, hogy lehet, hogy történik valami majd. Ugye pont ezelőtti gameplaynél is az volt, hogy ketté volt vágva, és közben meg zombi horda szétkapott, ami oké, hogy nem egy olyan szívderítő látvány lett volna, de legalább mondjuk, hogy érdekes lett volna, rögtetek volna rajta. Nekem sem semmi. Jönnének a méhek, mi? Egy 8-10. Lepiszkálnának innen. A kedvenc viccemet meséltem, az a baj, hogy valószínűleg meséltem, de Speed Tire összesöknek, tehát abban a gameplayben, körülbelül pár hónappal ezelőtt, aztán most itt elkezdem mesélni, lehet, hogy valaki már hallotta. De amúgy is, mivel aki már lehet, hogy hallotta, szóval akkor elmesélem. Na figyeljetek, egyik kedvenc viccem, én nagyon bírom a székely mentalitást, meg a székely vicceket. Az a szituáció, az öreg székelyhez fut a fia, hogy édesapám, édesapám, jöjjön gyorsan, egy medve van a háztetőn. Aztán széke így nyugodtan. Fiam, hozd a puskámat, hozd az öles lécet, meg hozd a kutyát. Aztán, de édesapám, minek az öles léc? Mert tudjátok, az öles léc az egy ilyen darabfa. Hát, felmászok a kupcserépre, fiam, lepiszkálom a medvét. Édesapám, édesapám, de minek a kutya? Hát, a kutya be van tanítva, amint a medve leesik, elkapja a medvének a tökét és leharapja. Édesapám, édesapám, de minek a puska akkor? Hát, hogyha véletlenül a medve piszkál le engem a kupcserépről, akkor abban a pillanatban lelövöd a kutyát. Jó, oké. Okay. Nem tudom, annyira furcsa, hogy így magamba beszélem, vagy mesélem a viccet, mert ugye egész más, amikor mondjuk úgy, hogy van hallgatóság, hát most is van, mert így halljátok, de amikor én mesélem, akkor itt egyedül ülök az asztalnál, aztán semmi reakció, tudjátok, nem látjátok a másiknak a reakciót, hogy lehet, hogy jobb is. A szarban vannak a zombik most meg, oda nézzetek, van árnyéka ennek a szarnak. A hold hol van? Hát ott az árnyék, ott hol van? Hol láttam az árnyék? Ott az árnyékunk. Ott kéne lenni a holdnak, de hol? De hol? Hol nincs? Ott a hold. Nincs textúriája a holdnak, vagy pedig új holdon, látjátok? No textúra a holdon. Jó, úgy látszik, hogy zombi mentesen vagyunk egyelőre, aztán akármelyik pillanatban elszabadul a támán pokva. Kémlelődjünk. Korrekt, nagyon korrekt a random map generátorja ennek a játéknak már. Engemben nagyon ciki dolgokat művelt, nagyon szupir, nagyon jó. És nagyon izgalmas a random map.
Ez nagyon szívós nekem most egyelőre, de azért talán izgalmas is lesz valamikor. Na, gyerekek, miről beszélgessünk? Mit gondoltok? Jövő héten milyen maraton legyen, nem tudom, milyen gameplay maraton. Gondolkoztam Unturner-en, nem tudom, hogy arra mennyire lennétek vevők. Közben meg ugye a hét közepe körül, akkor, vagy a hét közben meg, akkor folyamatosan mindenféle gameplay lenne. Ezzel erősen gondolkozok mindig ezeken a vlog videókon, hogy most érdekelne benneteket, hogy csinálnék ilyen bejelentkezős videókat, hogy esetleg mi van velem most, meg hogy ilyesmi, hogy konyhába leraknám. Most annyira az a baj, hogy már annyi ilyen fajtája van ezeknek a vlogoknak. Most például arra gondoltam, pont ki is mondtam majdnem, hogy lenne vlog, konyha vlog, hogy leraknám a konyhába, és amikor csinálom a kávémat, meg kaját csinálok magamnak, akkor itt pofáznék különböző dolgokról, hogy éppen mi van velem, meg hogy mit tudom én, meg hogy mit dolgoztam, meg hogy mit csináltam, hogy érdekelne-e benneteket. Csak nem tudom, hogy legyen. Most nekiállok konyha vlogolni, az meg olyan izé, mert mindenféle vlogot kitaláltak, és akkor már kop is vagy, hogyha konyhába vlogolsz. Például ugye Hörbire gondolok konkrétan. Ha mi van ma? Olyan lassan megy az éjszaka. De legalább nincs zombi. Zombie Nation. Na, nézzük meg az inventorinkat, addig rendezgethetnénk, nem igaz? Tojás. Rakjuk ide a fanyagokat. És fegyvert kellene majd kaptolni, de először rá kéne állnom a házra. Házikóra. Látok, egy kicsit itt meg kéne néznem ez a club. Aha, ehhez mi kell? Ehhez ez kellene, látjátok gyerekek? Aha. Az jó lenne. Ja, ugyanilyen van, nem? Ilyen van. Sima fából van. Ugyanilyen van, ez milyen minőség, ez egész jó, nem? 164-es, én meg Bobból kraftoltam 103-asat. Úgyhogy ezt gondolom, ez nem olyan rossz. 132-eset. Hát jó. Ezt addig megjavítom. Ugye most már tudnék kraftolni Forge-ot is, megvan hozzá mindenem. Nem kell megijedni azok a cuccok, amik ugye voltak nekem, azok nem vesztek el. Itt van például a kereszteződésben. Itt vannak a ládák, és abban van benne például az állatbőr. Valami rákcsa hangot hallotta. Rákcsa hangot. Jó, azt van a ház, ahova le akarok telepedni. Nagyon érdekes ez a környék. Épület, épület hátán. Erre is jártam, itt is utak mennek, gondolom nagyvárosok. Gondolom, esetleg katonai bázisok, kicsit ilyen arizonás. Hát ez a nagyváros, ez nagyon, nagyon cinkes. És látjátok, itt voltam, a nagyvárostól gyakorlatilag, mondhatni látótávolságra, csak itt volt egy domb köztünk, de simán, itt annyi zombi volt, mint a sár. Borzalmasan sok. A városban ugye folyamatosan arra kószáltak, meg gondolom jobban spawnolja a város környékére. Itt meg nem nagyon vannak. Már aztán gondolod, hogy a gép akkor megindít egy zombi hordát, ezt akkor így mennél átmegy. A zombi hordák meg azok mindenképpen úgy mennek, ugye úgy spawnolja le, hogy te az útvonalába es. Ja. Jó van, gyerekek. Szerintem ez korrekt lesz. 2 óra. Még 2 órát kibírunk, és akkor megyünk nagyon gyorsan építkezni. Előtte rengeteg fát gyűjtünk. 4 órakor egyből futás fagyűjtésre. És követ kéne gyűjtenem, rengeteg követ. És el kéne kezdenem akkor. Van ez a frame, milyen frame ez? Ez. Ilyet kéne gyűjtenem, vagy csinálnom. És ebből kerítés, csak az a baj, ez iszonyatosan sok idő lenne. Lehet, hogy wood frame-ből csinálok egy kerítést, és ilyen fakerítésem lesz. Hát tudom, hogy az nem valami nagy. Vagy cucc. Nézzük meg fából, miket tudnék. Igazából annyi, addig lenne jó, hogy így feltartóztatja a zombikat, és a kerítés kísérjére raknám a... Hogy is hívják ott? Nézzétek, van ilyen kerítés. Ez jó sokáig bírja biztos, sömertik kávé. Na, van ilyen.
Ez meddig bírja, mennyi az durability-je, vagy hogy mondják? Van olyan, ugye, neki várjunk, nézzük meg mondjuk egy Warframe-nek az ellenállását. Ott a keménység 0,0625. 0,25 fel. És akkor ezek szerint ez tovább bírja, mi? Ja, nem. Ez sokkal erősebb. Aha. Csinálok egy ilyet is, most ez ilyen tesztelgetés. Ez megint ugyanaz a 625-ös. Megnézem fából miket tudnánk, hát a frame az jó bírja. Komolyan mondom most. Tudás nélkül a frame az jó bírja, vagy a fa, frame az jól bírja. Mood pillar. Ez nagyon kevés kell hozzá. Egyet lekraftolok. 0,125. Hát a woodframe-es dolog az bírja. Hát fából kéne, mert igazából a kő cucc az nekem annyira nem fog menni. Hát ez biztos, hogy nagyon szar lesz. 6,25-ös, ugyanaz mindez. Ez egy ilyen deszk valami. Ez milyen? Várjunk csak ezt, ha lekraftolom. Egy 25-ös. A wood frame bírja legjobban, gyerekek. 0,25 fenes. Mármint ezek közül, a ízek közül. Harness. Aha. Hát ez nem tudom. Ez lehet, hogy bírja. De ez nagyon sok kell. Nagyon sok olyan. Na, akkor gyerekek az lesz. Hát ezeket most nem tudom, vissza tudom alakítani. Mindjárt nézzünk egyet, hogy most lehet-e olyat. Nem valószínű. Akkor annyit kéne, hogy ezeket kirobom. Ne legyen itt. Ez marad, ugye? És akkor azt kell csinálnom. De meg itt is van, aha. Hogy ebből kell, a boot frame-ből kell megcsinálni. Ja, ez lesz. Abból csinálunk egy kerítést. Esetleg a tetejére akkor megcsinálom rácsból, ilyen rácsosból, hogy kilássak. Igazából azt hiszem egy blokkot még nem tudnak egy blokkot átlépni a zombik, hanem ott elkezdi ütni. De ugye akkor elé meg rakok ilyen védelmi berendezés. Orra nézzetek, ez lehet, hogy fel fogja most szedni nekem. 3.15-ben mindjárt mehetünk tovább. Úgyhogy, meg viszont ez a torony az működik, úgy látom. Hát mondjuk... Ja... Az mi? Ott egy vadisznó. Úgy nézik ki, ez a torony működik, nem nagyon küldi ide a zombikat, meg nem nagyon vettek észre. Szóval akkor az lesz, hogy ott, ahol van a kecom, ezt be is kéne markolnom. Ott, ahol lesz a kecom, oda fogok tornyot építeni következő éjszaka, ami fogok élni. Tehát akkor már ott fogom túlélni az éjszakát, nem fogok ide eljönni feleslegesen. Az micsoda, nagyon jó látótávolság, nagyon bírom ezt a játékot, gyerekek. És egyre szebb. 3.32, na srácok, elbúcsúzom, most már 4 óráig nem lesz semmi. Rohanás lesz vissza, fagyütés lesz, és ugye akkor építkezés, kerítésépítés, hogy meg tudjuk védeni a bázisunkat. Na, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, várlak benneteket a következő részben, ami még ma meg fog érkezni természetesen. Sziasztok!